ÖKTV. Hírek, beszámolók önöknek. Hát akkor kellemes jó estét mindenkinek, aki itt van, és aki a televíziót nézi, de mielőtt a választások lesznek, inkább úgy mondanám, stílusosan jó reggelt üteném mindenkinek majd választások napján pláne. És nagyon rövid a Fehérvári Károlyék, és azt fejteném ki, amit leírtam a honlapon, tehát ez a három pontot. Én három pontba foglaltam össze, amit én fontosnak tartok. Az első dolog ugye a szemetelés kérdése, mert tudjuk, minden évben tonnányi szemetet szedünk össze a fal környékén, és ezt általában a mi falunk lakói hordják ki oda. Hát ezzel kellene valamit kezdeni. A testületnek azzal, hogy valami olyan jogi alapot és olyan rendet arra alkotni, amivel a jegyzőknak lenne jogi alapja arra, hogy fellépjen keményen ezek ellen a rendes szemetelőkkel szemben. A másik, ugye a faültetés, hát ez egy régi dolog, mert ha kivágunk egy fát, akkor ültessünk legalább 50-et helyette, mert igaz, hogy mikor az nagy lesz, mi már sehol nem leszünk, de azért valamit hagyunk hátra a utódoknak. Tehát ez globális probléma is, országos is, de azt hiszem, megoldalunk nekünk, itt kell kezdeni a faluban. Tehát ez egy komoly dolog lenne, ebbe kérném majd a leendő testületnek a segítségét is, hogy ezt végre tudjuk hajtani. A harmadik pont meg, amit, hogy ismerjük meg egymást itt ütevényen, mert hála Istennek nagyon sok új beköltözőnk van. Tehát gyarapszik a falu új emberekkel, akik nem ismerik őt, nem ismernek bennünket. Ezért én egy olyan képzelő testületet szeretnék állnom, hogy minden képzelőnek meg lenne a maga feladata. Tehát osszuk el ezt a falut, 6 körzetre, és minden később kapjon egy körzetet, az kapjon egy bizonyos összeget, és ott az ott lakókkal együtt döntse el, hogy mire költjük azt az összeget. Ha az ott lakók azt akarják, hogy utcabál legyen, akkor legyen utcabál, parkosítani, akkor legyen parkosítás, ha pedig padokat a játszótérben legyen játszótér. Az a lényeg, hogy közvetlen kapcsolat legyen egy képviselőnek a választóival, tehát magyarul képviselje legalább azt a körzetet. Tehát ennyit, én ehhez szeretném. Tehát olyan, egy olyan alpolgármester, aki ezt egészet össze tudja fogni, aki ezt egészet koordinálja. Ez lehet külsős is, tehát nem muszáj a testet elő, hanem lehet egy külsős alpolgármester, aki ezt egészet össze tudja fogni, és ezt koordinálja. És egy olyan polgármester, aki ezt engedi, hogy ez így működjön, meg sőt segíti. Tehát nekem ez lenne. Ám ezt szeretném, ezt kérném én az önök és a falu segítségét majd, hogy ezt létre tudjuk hozni. Hát Isten segítsen őteket, hogy jól döntsön. Köszönöm. Ennyi jó. Igyekeztem megjelenni valamennyi
falubeli rendezvényen, ünnepségen, és az önök jó voltából, hál' Istennek, két alkalman volt is aktív szerepet vállalni, beszédet mondani. Ezt is köszönöm szépen. Illetve igyekeztem az Eteményi Hírmondó hasábjait is egy kicsit színesebbé tenni. Köszönöm polgármester úrnak is a lehetőséget. Megválasztásom esetén ugyanezt a lendületet szeretném továbbvinni, mivel én úgy vallom, hogy a képviselői munka az nem áll meg a hivatal kapuin belül. A képviselőnek illik megjelenni a falu rendezvényein, illik aktív szerepet vállalni akár a falu rendezvényein, akár annak bármilyen médiájában hasábjain. Úgyhogy ehhez szeretném kérni az önök megtisztelő bizalmát október 19-én, ha önök is úgy gondolják, akkor tovább vinném ezt a lendületet, most már nem Bárcinekben, szigorúan Ötelény pártjának. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszöntöm, hogy megjelentek is a tévénézőket, az egész gazdaságát. Először is megköszönöm az eddigi évek során a bizalmat, amit belénk megtettek. Ugyanis volt szerencsém mindhárom polgármester idejében dolgozni és falóért tenni. Próbáltam a munkámat úgy, ahogy a rám hallatott feladatokat rám bízták. Én úgy érzem, hogy megpróbáltam a falu szépítését, a falu életét segítségükkel, a lakosokkal és a három polgármesterével, képviselőtestet, a tagjaival együtt közösen tenni. Nem ígérek, nem merek nagyon nagyot ígérni, ugyanis fölösleges, ugyanis megpróbálom ezen túl ugyanúgy csinálni a dolgot, ahogy eddig csináltuk. Köszönöm a polgármestereknek a bennem ez a bizalmat, aki mint alpolgármester már második, harmadik ciklusban részt veszek, és feladatokat bíztak rám. A mostani polgármester el kell mondanom, hogy jobban több feladatot bízott rám, úgy érzem, talán pozitívan el tudtam látni. Azért nem merek nagyokat ígérni, ugyanis majd meglátjuk az elkövetkező időben. Itt most értem adta a gazdasági és sajnos a politikai helyzetet is, hogy mit tesz lehetővé Ötelmény szempontjából, mennyi anyag lehetőség kapunk majd a központoktól, mennyi anyag lehetőség kapunk a pályázatok révén, és ennek megfelelően szeretnénk tovább folytatni az elkövetkező munkákat. Itt értem adta a játszóteleket, utak javítását. A játszótereknél még csak annyit, hogy ugye ott nálunk, ami volt játszott, jó például játszottél, szeretnénk azt. Tényleg szívem ott lakok a környéken, ugye a képviselőtársam mondta, a környéket képviselni. Azért az egy elsődleges szempont lenne nekem, hogy azt meg tudjuk valósítani. De ezen túl nem csak ott, a falu minden helyét szépíteni, és amit még szeretnék megcsinálni. Elkezdtük már, és talán közeledtek az embereknek a, hogy mondjam, a közeledés egymásnak a nyugdíjas klubokat. Én azt nem szeretném, már elmondtam előző ciklus előtt is, hogy így az idősek széthúzzanak. Azt szeretném, hogy a közösségben összefogjanak, és közös erővel segítség, és mutasson példát a fiataloknak, hogy össze kell fogni, és összefogásban az erő. Remélem már elindult egy bizonyos folyamat, hogy ez a folyamat folytatódjuk tovább, és akkor tulajdonképpen példát mutatok a leendő fiataloknak, hogy az összefogással nagyon sok mindent meg lehet oldani, és akkor az Ötelmény szépítését és fejlődését meg tudjuk közösen oldani. Köszönöm szépen! Köszöntöm a kedves megjelent ötevényi polgárokat, illetve a kedves tévénézőket. Sokan nem ismerhetnek fiatal korom ellenére. Lutheri Marcell Dominiknak hívnak, édesmám Lutheri Csaba, illetve édesanyám Illés Tíva, szóval anyukám lévén Illéságról, apukám Ágáról, Lutheri Csabában származom. Az előbb említett, hogy fiatal korom ellenére sokan nézhetnek, hogy mit keresik itt, mint képviselő jelölt. Nem sokára lesz 20 éves, ez így van. Viszont én úgy gondolom, hogy megvan bennem az a képesség, ami sok fiatalban nincs ebben a faluban, hogy kiállni magamért, fiatalokért, és szeretném képviselni fiatalkoromnak megfelelően a fiatalságot Ötelényem. Ezt úgy szeretném megvalósítani, hogy az eddigi közösségi, illetve ugye bulikat, például SDP-ket, amik vannak a pályán, illetve Beleznek Kálmán
Zsoltnak a Westfest nevű fesztivál sorozata is elindult 2 évvel ezelőtt. Ezeket szeretném támogatni, illetve a részemet kivenni belőle. Jelenleg egy évben tanulom, 12-es végzős diákként, és a Széchenyi István Egyetemen szeretnék tovább tanulni, mint járműmérnök. Szeretnék arra kitérni, hogy a faluban eddigi polgármester és a képviselőtestület munkáját szeretném dicsérni, illetve úgy gondolom, hogy a falu jó irányban indult, megkezdődtük az olyan fejlesztések, amelyek eddig nem voltak. Ilyen például az Hunszigeti bicikliút, például, vagy az óvodai fejlesztés, illetve a kisebb fejlesztések, például a Lenskerti utca és a Fő utca közötti kis szakasznak a megvilágosítása. Szeretnék én is arra kitérni, hogy 5 évén én is sokat járok, mind biciklivel, mind gyalog, mind autóval most már, és azt látom, hogy tényleg a szemétre arra szeretnék én is fejlődni figyelmet, hogy kevesebb legyen, mint a közösségi tereken, mint az egész faluban. Ezt szerintem az önkormányzatnak közösen kell megoldani. Képviselőtestület főként szerintem ez a nagy feladata, hogy összefogja. És itt most politika mellőzése nélkül én úgy gondolom, hogy a falu az egy közösség, amelyeknek ki kell állni egymásért. Az előbb említett Fehérvári Károlynak szeretném kiemelni ezt a mondatát, hogy sok betelepült tetten ér az elmúlt évek során. Én is szeretném kivenni részem abból, hogy mint újonnan betelepültöket szeretném közelkozni a falu életéhez, és a faluért én is szeretném, hogy tegyenek ők is, és hogy legyenek megismerve, így mint régi és új lakosok. 2015 óta aktív szagja vagyok a Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, mint önkéntes tűzoltó, illetve már rendelkezem 40 órás tűzoltói alaptanfolyammal, illetve láncfűrészes alaptanfolyammal, és erről szeretnék kicsit beszélni még, hogy jelenleg 5 évén szerintem a tűzoltóknak nagyobb szerepet kellene, hogy kapjanak. Volt már szó bővítésről, ami eddig elmaradt, viszont bízom benne, hogy polgármester úrnak a támogatásával ez meg fog valósulni. Illetve szeretném a fiatalokat is arra invitálni, hogy a tűzoltóságba belépjenek. Hát, és ezekkel a szavakkal búcsúznám. Mindenkit megkérek arra, hogy ha látnak bennem rációt, illetve bizalmat, akkor a bizalmukkal támogassa október 13-án az önkormányzati választáskon. Köszönöm a figyelmet! Tisztelt ötvényiek, kedves tanulmányok! Dr. Bíra Zsolt vagyok, falu polgármester. Most viszont itt a következő ciklusra kandidáló polgármester jelölt szólok önökhöz. Vélhetően nagyon sokan ismernek a faluban, mégis úgy érzem, itt a helyem. Be kell mutatkoznunk a falunak, lakosságnak és vázolnunk kell az elképzeléseinket. Jobboldali beállítottságú ember vagyok, de függetlenül jelöltként indulok, mivel megítélésem szerint egy falu vezetésében nincs helye a politizálásnak. Azt hiszem, ezt az előző 5 év bizonyította. A testületi üléseinken politikai vita
egyszer sem volt. Születésem óta itt én a kötevényem, feleségemmel és két gyermekemmel, én már 52 éve, feleségemmel együtt, mindketten ötevényi születésűek vagyunk, sok minden kötem ez a faluhoz. Itt jártam általános iskolába, itt jártam Moldába, sőt, a Gödöllői Egyetemi évek után pedig arra törekedtem, hogy a szülőfalu mellett találjam munkahelyet. Itt lakja kötevényem, okleveles gépészmérnök és mérnök közgazdász végzettségem van, amelyhez 2014-ben a doktori címet is megszereztem. 2000-ben résztulajdonosként létrehoztam a forgácsolással foglalkozó helyi Mikron-Mertes Primi Kft-t, amelyet 2014-ig ügyvezetőigazgatóként irányítottam. Emellett a Széchenyi István Egyetemen oktató és kutató munkát végeztem. Öttevényen közéleti munkámat képviselőként kezdtem, majd 2014-től, mint polgármester veszett részt a közösség életében. Az iparban eltöltött évek alatt megtapasztalhattam, hogy egy gépezet csak akkor működik igazán jól, ha annak minden apró alkatrésze a helyén van, és a funkciójának megfelelően működik. Az elmúlt években ezen cél szem előtt tartásával alakítottam át a polgármesteri hivatal munkáját. A vállalkozókat segítséget nyújtunk az elektronikus ügyintézés, a felvilágosítást adunk a bürokrácia útvesztőiről, illetve a sportcsarnokunk felújításából többségében már a helyi vállalkozók dolgoztak. Egy hivatal nem attól ügyfélbarát, hogy hivatali időn kívül is fogadja ügyfeleket, hanem elintézi az ügyfelek kérelmét. Sőt, az ügyfelezésen túl részt tud venni a pályázatok előkészítésében, koordinálásában és elszámolásában, nem kevés forrás megtakarítva így a településünknek. 5 éve azt mondtam, hogy a kínálkozó lehetőségek a kiírt pályázatokban vannak. Az elmúlt 5 évben az önkormányzat összesen 25 darab település fejlesztési és további 20 darab társadalmi szerepvállalást erősítő pályázatot adott be, közel 900 millió forint értékben. Ezeknek több mint a feleség ellen zárult. Az eredmény mindannyiunk sikere lett. Továbbra is célom a meglévő intézmények fenntartása, eredményeik megőrzése. Óvodánk, iskolánk rangját, elismertségét növelni akarunk. Családbaráti jellegüket erősíteni kell. Szeretném továbbfejleszteni a falusi közösségünket, ünnepeinkön már együtt emlékezünk, hagyományt teremtettünk szabadtéri rendezvényeinkkel, mint az Ötvevényi Mikulás, a Csiripiszti Fesztivál és a Best Fest. Természetesen ezek finanszírozása és pályázati forrásból valósult meg. Települési kapcsolatok építése is elkezdődött, a következőkben már csak akkor kell azokat. A fiatalok társadalmi aktivitásának ösztönzésére továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni, úgy érzem, az elmúlt években sikerült bevonni őket a közösségünk vérkeringésébe. Nyaranta településünkön sokat szórakozhatnak, sok-sok izgalmat megspórolva a szüleiknek. Gyakorló szülőként tudom, mit jelent ez. Tuba Kármán képviselőtársam ötletét kidolgozva, egy ifjúsági park létrehozásával egy kulturált gyülekezési pontot tudnánk kialakítani részükre. Így a játszótérről átirányíthatnánk őket erre a helyre, ha már játszótér. Valóban szükség van egy játszótér fejlesztési programra is. Nagyon fontosnak tartom falunk tisztántartását, gondozását, környezetünk védelmét. Persze ez nem azt jelenti, hogy a kötelezettek helyett az önkormányzat dolgozói végezzék el ezeket a feladatokat. A lakatlan házak előtti részek, az élelmiszerboltok, a vasútállomás környéke, és még sorolhatnám az ilyen helyeket, bizony településünk része. Nem a szomszédos településről jönnek ide átszemetelni, hanem mi ötevényének dobjuk oda a szemetünket. Én azt kívánom, hogy szemléletformálásra érjük el, hogy a lakosságunk tartsa tisztán, esztétikusan lakókörnyezetét. Mindemellett megteremtettük a lehetőséget, hogy az elesettségüknél fogva ezzel feladataiknak eleget tenni nem tudó lakosok részére díjmentesen, vagy kedvezményes díj ellenében az önkormányzat végezze el az ilyen munkákat. Nagyon fontos számomra a környezetvédelem is, viszont ez nem jelenti azt, hogy a megöregedett, veszélyes fákat nem vágjunk ki, hanem egy kivágott fa helyett ültessünk kettőt. Megjegyzem, az önkormányzat betartotta ezt az elvet, sőt, csatlakoztunk az ültessünk 10 millió fát Magyarországon akcióhoz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tovább kell erősítenünk a településünk civil társadalmát. Az elmúlt ciklusban létrehoztunk egy új támogatási rendszert, 3 új egyesület alakult. Kiemelném a Vöröskereszt szervezetének létrejöttét,
akik az önkormányzat házi segítségnyújtási és gyerekjóléti ellátással együttműködve megteremtették a rászoruló családok, valamint az idősek és egyedülálló emberek erkölcsi és anyagi támogatásának lehetőségét. További fontos feladat a polgárőrség presztízsének növelése. Nem akarok ígérgetési versenybe szállni, nem kívánok ígéretek formájában elkölteni közel 1 milliárd nem létező forintot, nem fogom a lehetőséget határán messze meghaladó teljesítetetlen ígérek özönök zúdítani önökre, de természetesen a fejlesztések folytatódnának, nem üres szavakkal, hanem már kidolgozott konkrét tervekkel, készpályázatokkal, kormányzati támogatással. Új járdák, komplett útfelújítás, további kerékpárút, és így tovább. A kassa nem üres, mint a téve, van mire lapozni a jövőnket. Kedves ötelények, a polgármesteri feladat nagy és összetett. Ehhez a feladathoz ismeretek, tájékozottság, tapasztalat szükséges. Ismerni kell az önkormányzati rendszer működését, a költségvetés szerkezetét, a szabályokat, a pénzügyi és jogi kereteket. Ismerni kell az önkormányzati törvényt. Önök tudják legjobban, hogy 5 évvel ezelőtt nem a pozícióra, a hatalomra kértem a felhatalmazást, hanem a munkára, a településünk szolgálatára. Teljesült az álmom, ötevény ismét erős, és október 13-án megtisztelnek, ígérem, mindent megteszek, hogy erős is maradjon. Higgyék el, a jövőben garanciája még vagyok. Meglévő tátika, játszótér teljes felújítása,
Jókegyéfúti játszótér megépítése. Gyalogos átkelőhely építése, Oda Kali. Közlekedés. Közösségünk járva több problémával is találkoztam a közlekedésben. Az utcajelző táblák hiányosak. Ezeket pótolni szeretnénk. Utak, illetve a gyalogos járdák felújítása. Emellett a meglévő szilárd burkolatú aszfaltos utak szükség szerinti javítása. Községünkben sajnos 5 év ilyen útjunk a vízes, a esővíz nagy problémát okoz, mivel hogy nincsenek ez esővízzel vezető árkok, nagyon folyamatos eső után a utak gyalogosan járhatatlan. Orvosi rendelőt szeretnénk konszolisítani, külső hőszigeteléssel, a oromdeszka lambíjázat festésére, sportcsalom tetőjére, burkolat felújítása, előtető készítése a meglévők helyett. A fiatalok számára több funkciós színes programot tervezni a sportcsalomunkban. Történjen nagyon kevés illető tábla van, a lakossághoz így nem jutnak el azok az információk, amik fontosak lennének számunkra. Új illető táblákat szeretnénk, minden busz megálló mellé és a régiek felújítására. A tervezett busz megállók befejezése a Hunszégeti úton, a vasúti tömegközlekedés is sokan használják még ötevényen, ide egy fedett kerékpártárolót szeretnék. Önkéntes tűzoltóság. Az ötevények önkéntes tűzoltóság sikeres eredményeket ért el. Sok fiatal érdeklődik és kapcsolódik az ötevényi önkéntes tűzoltósághoz. Több színben programot szervezni, bemutatókkal, gyakorlatokkal összekötve. A tűzoltó az önkormányzat orrán tárolják. Szeretnénk egy fedett garást építeni, ahol télen se kelljen engedni a vizet a tűzoltóautóba, és szükség esetén azonnal tudjon segíteni. Építési terkek. Kötemény az elmúlt években önkormányzati terkek kialakítása nem volt. Folyamatos, fontosnak tartunk településünk fejlődéséhez egy új építési terkek kialakítását. Vállalkozásoknak épület területet kialakítani, ezért még több vállalkozást mondani, létrehozni közösségünkben. De sok minden van, amit ötevényen lehet tenni és tenni is kell. Bízom ötevény lakosaiban, hogy segítenek elképzeléseket megvalósítani és várva észrevételeket, ötleteket. Vagy Kockolányi Dezső írta, a köszönet legszebb formája az őszinteség. Bevallom önöknek, hogy én nagyon szívesen dolgoznék a faluért, és nagyon boldog lennék, ha bizalmat hozzáadnak nekem. Elsősorban az önzőkból, hogy nagyon szeretem ötevény falut. Csak remélni tudom, hogy önök ötevények többsége úgy gondolja, jó úton haladni. Kérem önöket október 13-án önkormányzati választáson, szavaznak ott is a koronájára, hogy a következő 4 évben együtt dolgozhassunk, azon, hogy a falunk egyre élhetőbb és jobb legyen. Köszönöm figyelmüket, köszönöm meghallgatást. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Sok szeretettel köszöntöm ötevény választópolgárait. Engedjék meg, hogy az első gondolat a köszöneté legyen. Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik a polgármesteri választásra történő jelölésemet támogatják. Köszönöm a sok segítséget, bíztatást és legfőképp a bizalmat, amely felém irányul. Tacemnő Kálmának hívnak. 36 éves vagyok. Az óvodát és az általános iskolát is itt ötevényen végeztem. Ezután tanulmányomat a Jedlikben, majd később a Széchenyi Egyetemen folytattam.
feleségemmel és két kislányommal itt élünk Ötevényen, így nagyon jól ismerem falunkat. 8 évig vettem részt az önkormányzat irányításában képviselőként. Ez idő alatt volt lehetőségem az önkormányzat megfelelő működtetéséhez elengedhetetlen dolgokat megismerni. Jelenleg vállalkozóként dolgozom, az R2 Média Kft. Tulajdonosa vagyok. Cégeknek nyújtunk teljes körű rendszergazdai szolgáltatást. Vállalkozásomban elengedhetetlen a precizitás. Munkatársaim gyakran hallják tőlem, ha valamit csinálsz, csináld jól. Megválasztásom esetén is ugyanezt hallanám. Programok összeállításában nagyon fontos szerepet játszott a falu lakosainak véleménye és elképzelése. Miket szeretnék megvalósítani, ha bizalmat szavaznak nekem október 13-án? Az óvodában, bölcsödébe járóknak és a falu hadafelüli oldalán lakóknak sok gondot okoz a főúton való átjutás. Ez már több éve megoldatlan probléma. Nagyon fontosnak tartom ezeken a részeken az úttestre zebrák kialakítását. Ezt mindenképp kiemelt feladatként kezelném. Ez már nem tűrhet halasztást, nem szabad megvárni, hogy emiatt baleset, vagy esetleg még rosszabb történjen bárkivel. A főút Szabadság utca sarkán álló kisiskola épületének felújítása és hasznosítása régen húzódó feladat. Hogy ne legyen a régi épület a falu egyik szégyenfoltja. A ház adottságai megfelelőek, civil szervezetek, idősebbek, fiatalabbak részére, külön klubszobák kialakítására. Az zárt udvarát is szintén lehet hasznosítani kisebb rendezvényekre, vagy esetleg hétvégenként egy-egy sütés-főzéssel egybekötött baráti összejövetelre. Az óvodában az elmúlt időszakban elég viharos hangulat alakult ki. Többek között a szülők, parkolási problémái és ezek megoldási tervei miatt. Erre szintén fontos lenne megoldást találni. Az általános iskola nem tartozik az önkormányzat fenntartása alá, de fontosnak tartom a vezetésével való jó együttműködést és az állandó kapcsolattartást. Sok családnak nehézséget okoz, ha idős hozzátartozói ápolásra, gondozásra szorul. A betegsége miatt nem hagyható magára. Győrben több mint 400 ember vár arra, hogy valamelyik intézménybe, idős otthonba ellátásra kerüljön. Pár évvel ezelőtt Ötevényen is felmerült az idősök otthonának építése. A faluban sok érdeklődő volt már a hír hallatán is. Nem valósult meg akkor sajnos. Szeretnék van rám egy felmérés, hogy a faluban meg kellő számú érdeklődő esetén megvalósítható lenne egy ilyen intézmény. A hivatalban barátságos, emberközpontú intézést szeretnék elérni, ahol az emberek bátran jönnek be problémáikkal, gondjaikkal, elképzeléseikkel. A településen lévő játszóterek sajnos elég rossz állapotba kerültek. Ezeket fel kell újítani, átépíteni. De a munka végeztével nem szabad magukra hagyni őket. Folyamatos karbantartással és felügyelettel az állammegőrzésüket biztosítani kell. Van néhány rossz állapotban lévő útfelület és járvási faluban. Ezeket is ki kell javítani. Szintén több éve megoldatlan probléma a járda hiánya a Leneskerti utcában. Ezeken a szakaszokon nagyban növelni a biztonságot egy járda kialakítása, hiszen egy egész elég forgalmas útszakaszról beszélünk. Hasonló problémás a Tempó utcában a főút felé eső részen a közlekedés. Itt szűk az úttest, a járdán néha közlekedhetni nem lehetséges. Erre is megoldást kell találni. Mivel a településünkön is egyre népszerű sport lett újra a futás, szeretnék egy futópályát kialakítani, ahol a futásnak gondolók kiélhetnék mozgás iránti vágyukat. Ehhez kötve még egy gondolat. A faluból minél összetartóbb közösséget szeretnék kovácsolni. Olyan rendezvények, események szervezésével, melyben kiemelt szerepe lenne a mozgásnak és a csapatban való együttműködésnek. Ha a falunak még egyszer lehetősége lesz egy közel 10 millió forintos költségvetési fesztivál megszervezésére, azt is úgy képzelném, hogy minél több ember aktívan részese legyen az eseménynek, ne csak passzív szemlélőként legyen jelen rajta. A település lakosság száma évek óta emelkedik. Kezdetben ehhez hozzájárult, hogy az önkormányzat telekalakítása, kedvezményes telekvásárlása tartotta meg a helyben lakó fiatalokat és csábította ki a Győrben dolgozó családokat. Tudomásom szerint jelenleg nincs önkormányzat általi telekalakítás. Holott az elmúlt időszakban megnőtt a kereslet a jellemzően kisebb alapterületű telkek iránt. Meg kell vizsgálni a lehetőségét új utcák nyitásának, és ha szükséges, módosítani a helyi építési szabályzatot. Szeretnék az ötevényi kiadványoknak és a megjelölt anyagoknak egy új, modern, egységes arculatot kialakítani. Azokat rendszeresen megjelentetni, és ezekben a falu lakosságát folyamatosan tájékoztatni az elért eredményekről és az elkövetkezendő eseményekről. Törekedni fogok a konszenzusra a többi településvezetővel, minél könnyebb közös érdekek érvényesítésben. Őszinte, nyitott, barátságos, csapatmunkára építő települést vezetni szeretnék elérni.
amiben a vállalkozásban szerzett kapcsolati tőkémet is szeretném a település javára fordítani. Úgy gondolom, hogy az előttünk álló kihívások, nehéz feladatok elvégzése nem képzelhető el az itt élő emberek szorgalma, kitartása és a település vezetői felé irányuló bizalma nélkül. Csak akkor maradhatunk talpon, lehetünk eredményesek, ha együtt menetelünk előre. A sikerhez egységes közösségre van szükség. Én az összefogásban, az együtt gondolkodásban, az együtt cselekvésben hiszek. Bízok benne, hogy szemléletemmel és elképzeléseimmel egyetértenek. Ehhez kérem a támogatásukat a következő választáson. Kérem, tiszteljenek meg október 13-án szavazatokkal. A szavazólapon a polgármesteri jelöltek között az utolsó helyen szerepelek, de tudják, utolsóból lesznek az első. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. KTV. Hírek, beszámolók önöknek.